Tisztelettel köszöntjük nézőinket! A Baróti Szabó Dávid Liceum nagykorúsítási ünnepségét láthatják. Yeah.
szalagtűzés mozdulata következik. Tisztelt vendégeink, szülők, hozzatartozók, tanáraink, iskolatársaink! A mai estén ünnepélyesen is felnőttek ki javaknak bennünket, 12-eseket. Valószínűleg mindjárt másképp éljük meg ezeket a pillanatokat. Egyféleképpen a hallgatók, másféleképpen a diákok. Némelyikünk örömmel, meghatottsággal, mások árnyalatnyi szomorúsággal a lelkükben. Megint mások pedig valami új, megfoghatatlan utáni vágyakozással, reménységgel a szívükben. Talán eljött az ideje vitorlát bontani, kapukon lépni át, ismeretlen messzeségekben nézni, új kalandok után kutatni. Felnőttünk. Legalábbis azt mondják, és így tudjuk mi is, erről árulkodik az a bizonyos mágikus 18-as szám is, amit a legtöbben már magunkénak tudhatunk. 18 év. És 18 év alatt mennyi minden történt, és mind mennyire átalakultunk. Kiválasztottakból beavatottak lettünk, és megváltozott bennünk, körülöttünk a világ. Így lettünk mi mindazzá, amilyen hatás ért minket életünk folyamán, akik körülvettek és hatottak ránk, amit láttunk, tapasztaltunk és éreztünk, ami megfogalmazódott bennünk, amit elértünk, és ami nem ért el minket. Igen, mi minden vagyunk, és attól válik ez a sok hatás önazonosságunká, hogy mindez minket ért, és változtatott valamilyenből valamilyenni. És nem akármilyenni, hanem mindenkit azzá is, amivé engedte magát formáltatni, ahogy csak lehetett. Hát ezek lettünk. De mindez még annyira friss, még annyira új, és még annyira ismeretlen. És hol van még a vége? A világ azonban elvárja, és valljuk be, mi is elvárjuk saját magunktól, hogy felelni tudjunk. Hogy mondjuk meg, kik vagyunk, mit akarunk, miért vagyunk, hová tartunk, mi életünk célja. Márai Sándor szerint az ember végül egész életével felel a fontosabb kérdésekre. A végén, mindennek a végén, élete tényeivel válaszol a kérdésre, amelyet a világ oly makacsul intézett hozzá. És az ember felel, ahogy tud. Őszintén vagy hazugon, de ez nem nagyon fontos. Ami fontos, hogy a végén egész életében felel. Tehát nekünk nem kell felelnünk. Nekünk nem felelnünk kell, hanem élnünk kell. Élnünk azokkal az értékekkel, melyeket ajándékba kaptunk Istentől, és melyeket mi magunk is gyűjtöttünk az évek során. Emlékszünk még ezekre? Felismertük ezeket? Van már rózsa, amit gondoznunk kell? Rókánk, aki arra vár, hogy megszerítsük. Van grund, amit meg kell védenünk, és így tovább. Mert valóban, mindez, ami gyerekkorunkban hatással volt ránk, amiben kibontakozhattunk, ami szimbólumá nőtte ki magát, minden játék, életérzés, minden egyes emlék, állam, hitvallás, eszme, mely ébren tartotta a lángot a szívünkben, tették az életünket élni érdemessé. De mi van akkor, ha azt érezzük, az élet elvette ezeket tőlünk, kiölte belőlünk a jót, az értékeset, és akárcsak a Pál utcai fiúkban lerombolja a gruntot, és nagy, háromemeletes házat akar építeni a helyére, könyörtelenül elűzve mindent, ami valaha az otthont jelentette számunkra. Hazugság. Mind hazugság. Nem veheti el. Mert a ruháik elfosztanak. A házunk vagyunk porrá lesz. Az életkedvünktől megfoszthatnak minket. És az is megeshet, hogy a jellemünk sem marad a régi. De egy valami egészen biztos, amit Isten helyezett belénk, attól senki nem foszthat meg. A grundot senki nem veheti el tőlünk, mert a grund mi vagyunk. Thank you.
Veres Renáta Melinda, 11. B osztályos tanuló, köszöntő beszéde következik. Tisztelt egybegyűltek, kedves szülők, tanárok, rokonok, és persze, akikért ma a Livalda fény ragyog. Tisztelt és kedves végzősök! Ti ma nem stresszelni jöttetek ide. Nem is azért, hogy unatkozzatok, vagy rettegjetek. Ti ma megpihenni jöttetek ide. Emlékezni, és ugyanakkor felejteni. Emlékezni, de mire is? Például a jogos órákra. Egy hosszú, unalmas tanítási napon ez a megváltás órája lehetett. Nincs tanár, nincsenek szabályok, szabadon dobálózhattatok papírgalacsinokat. Vagy emlékezzetek az órák alatt elsütött poénokra, amelyeken az egész osztály fennhangon egy emberként nevetett, és olykor a tanár is csatlakozott. Jussanak eszetekbe azok az alkalmak is, mikor összehoztatok egy jó kis csapatot, és együtt tanultatok, együtt vettetek részt különféle suris rendezvényeken, együtt mentetek el rossz elkirándulásokra, vagy épp együtt tettétek meg a 10 órait a szünetben. Nem hiába ismételgettem annyit az együtt szót. Emlékezzetek az apró pillanatokra, az apró gesztusokra, közös nevetésre. Terebes Gábor így fogalmaz. Tegnap nem esett. Ha nem ma veszed észre, örültél volna. Viszont nem maradhat el a felejtés sem. Mit kell elfelejtened? A rossz jegyeket. Amikor pont aznap, pont abból a tantárból, pont abból a leckéből, pont nem készültél. És tollal írtad be a kettest, reménykedve, hát ha a mosógép véletlenül kimossa az ellenőrződ. Felejteni való az is, amikor összezörrentél az osztálytársaddal, és muszáj volt egész nap elviselned a jelenlétét. Felejtsd el a zsúfolt órarendet. Felejtsd el a monoton napokat, a sértéseket, a fáradtságot, a nyugtalanságot. Ismerős a csillagok háborúja, igaz? Elhangzott a filmben ez a gondolat. Felejtsd el a múltat. Töröld el, hogyha muszáj. Csak így válhatsz azzal, akivé válnod kell. És ha megvolt az emlékezés, meg a felejtés, akkor most nézz körül. Rajta. Bátran nézd magad köré. Mit látsz? Kiket látsz? Lehet, hogy nagyon érzelmesen hangzik, de egy család vesz körül. Jó barátok, kedves arcok. De ha akadnak kevésbé kedves arcok is, akkor újabb jó hír. Utolérheted az időt, és teremthetsz alkalmat, hogy meglásd mindenkiben a jó barátot. Talán magadat is. Titeket emlékek kötnek össze. Őrizzétek meg azokat. A következő lépés, miután magad köré néztél, az, hogy most előre néz. És keresd meg a tömegben a szüleid arcát. Mosolyog rájuk. Ők pedig vissza fognak mosolyogni. Ezzel pedig a tudtukra adhatod, hogy hálás vagy nekik. Hálás, mert most itt lehetsz. Hálás, mert ők is itt lehetnek. Hálás, mert nélkülük nem sikerült volna mindaz, amit magadénak mondhatsz. Hálás a szidásaikért, mert tudod, hogy azzal csak is neked akartak jót. És hálás, mert nem csak 3 éves korodig fogták a kezed nap, mint nap. 11,5 év eltelt. Elegendő a tapasztalatgyűjtésre. A birtokotokban van már, ami szükséges, a siker előttetek áll. Csak a karatokat kell kinyújtanatok. És közben ne felejtsetek el valamit. Meglátni a mindennapokban az apró csodákat. Vörös Sándor szavaival szeretnék befejezni, és nem mondom, hogy búcsúzni. Mert látjuk még egymást. Valamikor, valamilyen formában, ha időbarátunk megengedi. Mit mállókörre nem bízol, mintáz meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből. Köszönöm a figyelmet.
tisztelettel felkérjük Lázár és Balga Andrást, Balotváros polgármesteri köszöntő beszédének elmondására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, szülők, pedagógusok, meghívottak! Engedjék meg, hogy Balotváros polgármestereként nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntsem önöket a nagykoristás ünnepségen, itt a Baloti Kultúrotthon nagy termében. A ma este kitűzött szalag jelkép, az összetartozás jelképe, annak a jelképe, hogy hosszú éveken keresztül együtt voltatok, szerettétek, tiszteltétek egymást az iskola kapuin belül, hisz az iskolának értéke van, volt és lesz. Én úgy gondolom, hogy többé-kevésbé mi vártátok ezt a pillanatot, és kíváncsiak vagytok, mit tartok a számogatra a felnőttkor. Az elkövetkező időben fel kell használnotok az iskolában szerzett tudást, és meg kell próbáljátok erősíteni a gyenge pontjaitokat. A mai nappal felnőtteké vártatok, legalábbis hivatalosan. A mai nap után biztosan nem fogtátok érezni a felnőtté válást, viszont az idő múlásával, az eltártatok múlásával fogjátok érezni, tapasztalni, hogy megváltozott körületetek a világ. Másképp fognak kezelni, számba venni szüleitek, embertársaitok, és nagyobb figyelmet fognak szentelni gondolataitoknak, cselekedeteiteknek. Bátran kell szembenézni a jövővel, hisz a bátorság az, ami összeköti a tervet a tettel, a gondolatot a cselekvéssel, az ötletet a megvalósítással. Én egy jó tanácsot adhatok. Jónak kell lenni, és nem kell túlmúlni az életet, hisz egyszerűen is lehet boldogan élni. Ezen gondolatok jegyében kívánok, hogy az előttetek álló kívásokat legnagyobb tudásatok szerint sikeresen vegyétek. Használtok ki még az együtt eltölthető időt az iskolában, és azon kívül is beszélgettesek tanáraitokkal, szüleitekkel, akik sokat segítettek és sokat segíthetnek még nektek az elkövetkező évek folyamán. Köszönöm szépen! Tisztelettel felkérjük Krisztián Klaudiut, Baróti Szabó Dávid Technológiai Liceum igazgatóját köszöntő beszédének elmondására. Köszöntöm a kedves szülőket, meghívottjaimat, kollégáimat, de elsősorban köszöntöm az esténk ünnepeteinket, diákjainkat. Igen, mert ma őket ünnepeljük. És ha már ünnepelünk, érdemes elgondolkodnunk az ünnep fogalmán, jelentésén, életeinkben betöltött szerepén. Az öröm, a siker, a boldogság, a kiteljesedés adhat okot az ünneplésre. Az ünneplés belsőnkben születik, szívünkből fakad, és onnan árad ki. Az örömet sosem akarjuk bent tartani. Soha nem akarjuk elrejteni. Ilyenkor ki szeretnénk kiáltani boldogságunkat a nagyvilágnak, és szeretnénk, ha a nagyvilág is ránk figyelne, és osztozna velünk. Mit is ünnepelünk ma? A megmaradásunkat ünnepeljük. A gyarapodásunkat ünnepeljük. Ünnepeljük, hogy van, aki tovább vigye a lángot, aki őrizze a tudás és a bölcsesség kulcsát. Ünnepeljük azokat, akik emberek lesznek a nyomunkban. A felnőtté válást, az életet ünnepeljük. Kedves diákjaink, közös ünnepünk legyen elegáns, legyen kiérdemelt, legyen szerény, de mégis magasztos. Legyen őszinte és szép. Belülről fakadjon, lélekből nőjön ki, és ne a formákból, a szokásokból táplálkozzon. Legyen felnőtlen, mint a gyermekkorotok, és kimért, mint a felnőttek világa. A mai ünnep titeket tükrözzön. Mutassa azt, ami belőletek jó, és ki akar áradni a nagyvilág felé. Legyen a híd a bennünk élő örök gyermek és a létért küzdő konok felnőttek között. Úgy fogadjátok ezt az ünnepet, hogy maradhasson tiszta és őszinte, mint letűnő gyermekkorotok fénye. Ha
Balázs Béla, útra való. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másoknak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsájtó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig, ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod, elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj, és élj, mert a világ a tiéd.